Bizonyos kultúrákban mind a péntek, mind a 13-as szám szerencsétlenséggel fenyegető babonás félemekkel volt körülvéve a teremtés óta. A hiedelmek egyik lehetséges forrása a rómaiak idején Krisztus életében keresendő, ugyanis Jézust pénteken ítélték halára. A néphagyományban pedig tiszteletben tartják a páratlan számokat. Ezért van a hármas, a hetes és a 13 tizenhármas, az a legfélelmetesebb szám. Ugye a sárkány is. Hát hétfejű sárkány van, de ha van 13 fej, az a csoda. Most a hagyomány mit kér a tizenharmadikáról és a péntökkel is kapcsolatba? Tehát valós dolog az, hogy a hétnek az á, záró napja. Péntek volt eleink idejében az a nap, amikor a tisztaság állt a középpontban. A nagymosást is erre a napra időzítették, valamint ilyenkor meg kell tartóztatni magukat, például nem ettek zsíros húst az ünnepelőt, a Szent Mise előtt. A néphagyomány mellett polgári babonák is kialakultak az idők során. Nagyon érdekes az, és én nem tudom, hogy járt-e a kedves nézi, olyan hen, vannak ilyen hatalmas nagy felhőkarcolók, és nagyon sok karcolóba tényleg nincsen 13-as szám. Miért? 12-14. Tehát valójában ez a mítikus, kultikus 13, ez, ez, ez betartja az ember valahogyan. Odafigyelünk akkor. Emellett a fekete macska is szerencsétlenséget sugal, de a babona szerint ezen a napon először férfival érdemes találkozni, ugyanis a férfinak kell elsőként köszönni, ezután viszonozhatja azt a nő.